Egy nagyon hangulatos, cuki, állatos téli tájképet hoztam a mai Firkáljunk Együtt sorozatomba, és nem csak rajzolni fogunk, hanem lépésről lépésre megmutatom, hogyan tudjátok 3D-sé varázsolni a firkát, és utána még ki is festeni, úgyhogy érdemes velem tartani, kezdőknek is bátran ajánlom, gyertek, fessünk együtt! Akvarellpapírt fogok használni ehhez a téli tájképhez, és már korábban volt egy jegesmacis tájképem. Most arra gondoltam, hogy egy picit ilyen a téli tájba egy másik állatot csempészek be. Aki ismeri az Inspiboxokat, az tudhatja, hogy például a rókákat is nagyon szeretem, ezért volt már egy korábbi Inspiboxban, a kalandor Inspiboxban geometrikus róka, most ide egy kis rajzolt róka lesz, egy ilyen kis erdei részletbe fogom becsempészni. Ezt bátran elkezdhetik kezdők is, ezt a Firkáljunk Együtt festményt, most lesz az elején egy kis firkálás, és utána pedig ki is fogom festeni. Azért használok akvarellpapírt, mert ugye az több vizet tud felvenni, mint a sima papír, és az akvarellfesték szebben is folyik el rajta. Sima vízfestéket és sima papírt is használhatok. Egy picit akkor nehezebb dolgotok van, ugyanis ott nem lehet több réteget ráfesteni a papírra, hanem csak egyet, mert amikor már többet festetek, akkor kezd felbolyhosodni a papír, itt az akvarellpapír ez az én dolgomat megkönnyíti. Mielőtt neki kezdek a festésnek, ez egy ilyen kis alaptrükk, hogy lehet a kép határait egy kis ragasztó szalaggal kijelölni. Lehet ez a ragasztó szalag egy ilyen kis vasitép, dekortapasz más néven, vagy sima festő ragasztó szalag is. Mind a kettőnek az a tulajdonság, hogy papír az alapja, gyenge a kötőereje a ragasztónak, tehát ezért visszaszedhető, és nem tép meg a papírt. Ugye sima celluxot nem javasolt használni, illetve maximum úgy, ha nincsen más kézdén, akkor érdemes ezt kipróbálni, hogy a celluxot fölragasztjátok egyszer vagy kétszer a nadrágotokra, és onnan rá a papírra, mert akkor gyengítitek ugye a szöszökkel a kötőerejét. Amikor komponálok egy képet a rajzlap közepére, akkor mindig úgy szoktam eljárni, hogy alul egy kicsit nagyobb részt hagyok el, mint fölül, tehát optikailag egy kicsit a rajzpapír nem közepére, hanem egy kicsit följebb helyezem, két oldalt pedig körülbelül egyforma részt hagyok. Ki is lehet ezt mérni akár. Amennyiben egyébként nem sikerül pont középre, vagy végül úgy látjátok valami miatt, hogy körbevágjátok a képet, akkor is nagyon jó így körbe ragasztani, egyrészt lehet rögzíteni magához az asztallaphoz, hogyha nincsen ilyen csatos táblátok, és nem mozdul el a kép másrészt, hogyha több festéket, több vizet használtok a papíron, akkor ugye mindenki tudja, hogy meg szokott hullámosodni, és így ezzel a lefeszítéssel elkerülhető a hullámosodás. Én azt tervezem, hogy lesznek majd ilyen kis random festék folyatások is. Szeretném megmutatni nektek, hogy nem muszáj minden egyes festést nagyon komolyan venni. Néha a szerencsefaktor vagy a véletlenek is tök jó, ha alakítják a képet. Úgyhogy én majd ezt az ez alatt kitakart fehér sávot keretnek használom, és a végén le fogom körbe vágni. Nekem most azért kell ez a kis keretragasztás. Elsőként a kompozíciót fogom megrajzolni, ez egy erdei táj lesz. Egyébként nyugodtan lehet bátran inspirációt meríteni mások festményeiből, úgyis a sajátotok egy kicsit más lesz, kompozíciókat megvizsgálni, hogy hogyan építik föl a képet. Mindig egy képen a horizontot érdemes megkeresni, illetve a fókuszpontot. Itt most a horizont körülbelül, hát ugye itt van körülbelül a fele, és annak a felének a felénél lesz. Ilyen kis erdei táj lesz ez, de mivel ugye az erdő télen már ilyen szomorkásabb, levél nélküli, ezért tulajdonképpen törzseket fogok felrajzolni. Ugye ami közelebb van hozzánk, fa, az mindig vastagabb, és ahogy távolodnak tőlünk a tárgyak,
kisebbnek és vékonyabbnak látszanak. Egyébként majd a színek kiválasztásánál is ez tudja térhatást hozni, hogyha ami az előtérben van, mondjuk itt a szélér rajzolok egy előtérben egy fát, jó, ennek meg legyen egy kis ága is, az majd sötétebb lesz, ez nagyobb, ugye, és ahogy távolodunk, itt az alján látszik a távolodás, egyre vékonyabbak, és majd egyre világosabbak is lesznek. Itt hátul már egészen vékony fák vannak. Ebből is egy jó párat megrajzolok. Tulajdonképpen fákhoz egyenes vonalakat húzok, de azt engedem a kezemnek, hogy kicsit hullámozzon, kicsit legyen benne egy kis kacskaringó minimálisan. Úgyhogy ezt mindenképpen szabad kézzel érdemes rajzolni. Szóval itt a szélén vastagodnak a fák. Itt lejjebb is érnek, ugye itt eddig, itt pedig eddig. Így is közte, emögött is vannak kisebb, vékonyabb fák. Maga a róka az úgy fog a közepére kerülni, hogy egy kicsit éppen az orrával elérje majd a kép közepét. Most rajzolok egy befoglaló formát, egy ilyen kis hosszúkás téglalap, és ennek is meghúzom így az átlóját, mert egy ilyen fölfelé néző rókát szeretnék rajzolni, és azt szeretném, hogyha ez így keresztül nyújtózna ezen a téglalapon. Kicsit akkor elkezdem kialakítani az orrát, a fejét, és a lábait, meg a farkát. Ezeknek először a kontúrját fogom meghúzni. A rókának a háta mindig vörös, a hasán meg általában ugye egy fehér kis rész van, úgyhogy itt már ezt be is húzom. Ez a része fehér lesz, ez a része vörös, a lábai meg gyakran feketék, úgyhogy ezt már egy kicsit be is árnyékolom. A közepéről szépen a fa törzseit kiradírozom, az nekem oda nem kell, és egy picit el is vékonyítom a vázlatvonalaimat. Még arról nem esett szó korábban, hogy hogyan érdemes satírozni, úgyhogy most akkor ezt is elmondom nektek. Itt a narancsárga részre egy kis satírt fogunk tenni, hogy elkülönüljön a fehér résztől, és úgy érdemes szépen satírozni, hogy egy irányba húzzuk a satírvonalakat. Látjátok, szépen sok kis apró satírvonalat egymás mellé teszek. Sűrűn. Nagyon halványan húzom a vonalakat. Nem belemélyeztem, nem erős vonalakat csinálok, hanem éppen csak hozzáért a ceruzám hegye a papírhoz. Így lehet a legszebben satírozni, ha csak épp halvány egymás melletti párhuzamos vonalakat húzunk. Nem baj, ha túlfutunk a kontúron, mert radírral szépen le lehet, ki lehet radírozni. És a következő réteget pedig ugyanígy visszük rá, ugye ezzel lehet még sötétíteni, csak egy picit más szögben húzzuk a vonalakat. Látjátok, az előbb így mentem, és most egy picit más szögben fordulok, és ugyanúgy vékony vonalakat teszek egymás mellé. Így lehet gyönyörűen árnyékolni is.
mindenféle tárgyat, és értelemszerűen ahol szeretnénk, hogy sötétebb legyen, mondjuk itt a lábánál és a hasánál, mert mondjuk ott kevésbé esik rá a napfény, akkor egy harmadik szöget választok, és csak ott még egy ilyen réteget véghez viszek, vagy itt a feje alatt, a füle mögött is, ugye jó lenne, egy kicsit elkülönülne a nyaka a fejétől, szépen egymás mellé teszek halvány pici vonalakat. Látjátok, itt már ki is alakult egy kis sötétebb rész, világosabb, sötétebb, világosabb, és akkor így megint egy sötétebbet zárunk, így tehát szépen gyönyörűen formázni a különböző tárgyakat, az árnyékokat. Ide a fehérre is lehet egy picit, ahol ugye árnyékesik rá, például itt a két lábánál. Az eleve még vörös is, úgyhogy ide még többet, de itt a fehér részre is egy halvány árnyékolást teszek. Ha nem sikerül, nagyon könnyű ezeket a könnyed ceruzavonalakat kiradírozni, ezért is jó, hogy nem véssük a papírt. Nézzétek, ezt szinte lehetetlen eltávolítani szemben a több vékony vonallal. Ugyanezt húzom, ugye ide ugyanolyan vastagságú, sötétségű vonal, és mégis ezt nem tudom eltávolítani nyomtalanul, a másikat pedig szinte nyomtalanul el tudom távolítani, tehát sokkal könnyebb ezt alakítani. Ugyanígy megcsinálom a róka farkánál is, a narancsárga folt árnyékolását. Egy szögben húzok egymás melletti kis vonalakat, utána egy másikban megint. Ez fontos, hogy vékony, legyen hegyezve a ceruza, de ez a vastag, amikor már tompa a ceruza, akkor kevésbé szépen működik, mert nagyon jó látni egyébként ezeket a vékony vonalakat. Hogyha közelebbről megnézzük, nagyon szép textúrát ad a rajznak. Ha pedig valahol szeretnénk egy kis fénycsillanást bevinni, hogy ott ugye még kijebb van a térben, mondjuk itt a pufiánál, akkor szépen radírral nagyon könnyen ezt megtehetjük. Így. Ahhoz, hogy igazán térbe kerüljön ez a róka, mindenképpen fontos árnyékot satírozni neki, vagy az árnyékot árnyékolni. És itt ahhoz, hogy ez a két árnyékolás elkülönüljön, és lehessen érezni, hogy ezzel a testet árnyékoltam, ezekkel a ferde vonalakkal, ehhez a vízszintes vonalakat használok a földön, és csak és kizárólag vízszintes vonalakkal készítem el a földön az árnyékát. Fáknál hasonlóan fogok eljárni, ezeket a korábban halványan megrajzolt fatörzseket szépen beárnyékolom, mégpedig úgy, ugyanúgy ezzel a párhuzamos vonal technikával, úgyhogy az előső, az előtérben elhelyezkedő, tehát amik ide szépen lelógnak és az előtérben vannak, fatörzsekre több réteget viszek föl, a hátsókra pedig kevesebbet, azokat halványabban szeretném megjeleníteni. Közben én is hegyezek, hogy szép vékony vonalakat tudjak rajzolni. És itt kifejezetten, amikor ilyen egyenes vonalak mentén kell satírozni, kifejezetten nem törődök, hogy túllógok a kontúron, hiszen utána egyetlen egy radírvonással könnyen el is távolítom, és még szebb kontúrt ad a kiradírozott kontúr. Érdemes kipróbálni, nagyon-nagyon szeretem, amikor radírral hozzuk létre a körvonalát a tárgyaknak. Söpörjétek le a kezetekkel a radír darabokat, mert könnyen, főleg ha puha ceruzátok van, könnyen el tudjátok masszatolni a szép vékony vonalakat. Nem azért húztuk ilyen szép párhuzamosan egymás mellé, hogy utána egyszerűen egy kéztörléssel elmossuk. Lehet, hogy még nem beszéltem arról, hogy a ceruzáknak
különböző puhaságú hegye van. És ennek most itt van a helye ennek az információnak, ugyanis, hogyha puhább a ceruzátok, akkor sokkal könnyebben elmaszatoljátok kézzel is. Általában, hogyha egy ceruzára nincsen ráírva, hogy milyen keménységű, milyen puhaságú a belső grafit hegye, akkor nagy valószínűséggel közepes, tehát se nem puha, se nem túl lágy, általában ezt H-snak vagy HB-snek hívjuk. A H-s ceruza tulajdonképpen annak a rövidítése, hogy hard, ugye ez angolul a kemény szót jelenti, és minél nagyobb szám van a H mellett, annál keményebb egy grafit, az azt jelenti, hogy annál nehezebben tudod te összesatírozni, viszont annál halványabban is fog, tehát egy 6H-s vagy 8H-s ceruzával szinte lehetetlen nagyon sötét árnyalatot elérni. Viszont nem is tudod úgy elkenni, elmosni véletlenül a kezed, de sokkal jobban látszódnak a kis ceruza vonalak. Másik irányban az ellenkezője, a bézs ceruzák, azok sokkal-sokkal sötétebbet tudnak létrehozni a papíron, viszont nagyon könnyű, nagyon könnyen hamar le is kopik egy kihegyezett ceruza hegye, illetve nagyon könnyű összekenni a kezetekkel. Nézzétek meg, hogy van-e jelzés a ceruzátokon, H-s vagy HB-s, vagy éppen 2H-s, 2B-s, és akkor ennek megfelelően tudjátok már, hogy keményebb vagy puhább grafittal van dolgotok. Ha megnézitek otthon a ceruzáitokat, akkor érdemes kipróbálgatni a különbséget az egy-egy grafit fajta között. A saját márkajelzéssel ellátott ceruláinkon egyébként nincsen rajta ilyen jelölés, de ezek HB-sek, szóval egy jó átlagot képeznek, lehet is velük szép vékony vonalakat húzni, de azért sötétet is lehet, és nem kopik el olyan könnyen, hát ez attól függ, hogy mi éppen milyen dolgot szeretnétek rajzolni, tehát mondjuk ide teszem, akkor látjátok, hogy ezt nem nagyon, azért el lehet satírozni, vagy maszatolni, de ott maradnak a nyomok, a bézs ceruzáknál egyáltalán nem maradnak ott, teljesen el lehet őket satírozni. Ezt a satírozási formát érdemes kipróbálni, szerintem gyönyörű, és le is lehet venni a lábáról a rajztanárokat, ezt szeretik általában. Itt szépen egy kis vékonyabb, hátsó, sorosabb fa van, és itt is megjelenik egy kis vékonyabb fa, ami messzebb van térben, és nagyon jól látszódik. Inkább én is a papírral fogom lesöpörni a radírdarabokat, azzal kevésbé tudtok maszatolni, de egy kis vastagabb puha ecset is tökéletesen megfelelő erre. Nagyon jól látszik már, hogy ugye ezek vannak az előtérben, és a halványak a háttérben. A halványfáknál már nem tudom azt megcsinálni, amit az előtérben levő sötétebb fáknál, hogy ezt a kis vonalas sötétítést vagy árnyékolást alkalmazom. Ott már csak halványan, szépen a fa törzse mentén húzom a vonalakat. A Firkáink Együtt sorozatomban már rengeteg mindent firkáltunk. Egyszerűbb vonalrajzokat is mutattam, bonyolultabb festményeket is. Igazából mindegyikbe igyekszem valami kis különlegességet is becsempészni, vagy kedvcsináló rajzolást. Most ezt a kicsit árnyékos, árnyaltabb rajzot, festményt hoztam nektek. Remélem, hogy tetszik. Igyekszem lépésről lépésre mindent elmondani, hogy tényleg kezdők is bátran belevághassanak. Eddig a pontig nem is kellett semmi más, ehhez a rajzhoz csak egy darab ceruza és egy darab radír, és önmagában a ceruza, ceruzás része is nagyon kis kedves rajz lesz,
Úgyhogy, ha nincsen otthon egyébként festéked, akkor is bátran rajzold meg ezt a kis téli rókás rajzot. Na, itt elérkeztem az előtérben lévő fákhoz, úgyhogy itt már újra előveszem ezt a kis vonalas satírozási vagy árnyékolási technikát. Úgy érzitek, hogy már nem tudtok a rajz keretein kívül letámaszkodni, és szeretnétek a kezetekkel. Itt ezzel a részen, mert látjátok, nekem is egy kicsit grafitos, a legkönnyebb összekenni a korábban rajzoltakat. Akkor ebben az esetben érdemes rátenni egy kis papírt, és hát azért ettől függetlenül nem nagyon rátámaszkodni, mert ugye azért a papír is képes fölvenni a grafitport, a grafitot, de így kevésbé fogjátok összemaszatolni a rajzot, ha a papírra, egy ilyen kis törlőpapírra támaszkodtok. A középső fá kis fa törzseknél is lehet különbséget tenni, valamelyiket egy kicsit világosabbra hagyjátok, valamelyiket sötétebbre, ugye egyáltalán nem minden fa egyforma, szóval ezzel is lehet egy kicsit játszani. Ide közé is teszek egy-két ilyen messzebbi fácskát. És lassan szépen elkészülök szertei részletemmel. Ami még fontos, hogy nem csak a rókának legyen árnyéka, hanem a fáknak is. Úgyhogy minden egyes fa törzséhez, ugyanúgy, ahogy a rókánál, ilyen kis vízszintes árnyékokat készítek. Mivel úgy képzeltem el, hogy ez egy ilyen kis hóesésben lesz, teljesen havas itt lent a talaj, úgyhogy ezt viszonylag világosba hagyom, csak az árnyékokat satíroztam rá. Ez az erdei rész is teljesen havas, amikor, hát ilyenkor januárban ugye nincs rajta levél, nincs rajta semmi, azért világos is, ugye sokkal jobban bejön a fény, mint nyáron, de azért egy nagyon kis halvány, hátteret, tehát szürkeséget az egésznek adok, főleg itt a középső résznek, hogy a hóesés, ami majd fehérrel kerül rá, az egy kicsit így jobban kivirágoljon a háttérből. A hátteret hasonlóan satírozom meg, nagyon-nagyon halvány, párhuzamos vonalakat húzok egymás mellé, itt már oda-vissza jár a kezem, és szépen itt a középső részre egy halvány satírt teszek. Kicsit ide az oldalsó részhez is, de tényleg a hópia mindenhol jól látszódjon. És ezzel tulajdonképpen el is különítem a talajt a háttértől, az előteret a háttértől, a hátrább lévő dolgokról. Mert erre egy kicsit ilyen szürke masszát, szürke felhőt húztam most ezzel a satírozással. Nagyon halványan csinálom, itt nagyon nehéz javítani, ha véletlen rányomjátok, mert ugye akkor ki kell radírozni az egészet, és szépen előről kezdeni a fáknak is a megrajzolgatását. Úgyhogy inkább csak halvány, vékony vonalakkal haladjatok előre.
ha megvagytok, akkor azokat a fácskákat, amik elbújtak ebben a szürkeségben, akkor egy kicsit emeljétek ki. És tulajdonképpen magával a satírozós résszel készen vagyok. Most jöhet a festés. Nagyon halvány, szürkés, kékes derengést szeretnék ide a felső térbe rakni. Ezt az alsó teret inkább ilyen világosos, fehéres szürkésre szeretnék hagyni, és akkor határozott narancssárgára fogom kifesteni majd a rókát. Ugye az akvarell festékeket először aktiválni kell, a sima vízfestékkel is tegyetek így, és tulajdonképpen, hát itt most elég nagy fupi van, úgyhogy először szépen megtisztítom a keverő palettámat, ami azt jelenti, hogy bevizezem, amit egyébként megszáradt, azt máskor is föl tudjátok használni, hogyha olyan színre van szükségetek, mert teljesen visszaszedhető az akvarell festék, ellentétben ugye az akril festékkel, úgyhogy igazából csak be kell vizezzem, és letöröljem, és akkor lesz újra helyem színt keverni. Ami nem jönne, az engem nem is zavar, mert az már nem visszaoldható. Itt az szépen már beleívódott az alapba, mert lehet, hogy már egy ideje ott van nekem, de ez engem nem zavar. És akkor szépen az aktiválás után, hogy ugye egy pici vizet cseppentettem rá, ide a paletta részbe kiteszek olyan színeket, amik szóba jöhetnek. Így zöld lesz, úgyhogy ezt ki is törlöm. És ez a légies kék is még majd lehet, hogy jól jön nekem. Sőt, én most elsőre keverek egy ilyen kis légies kéket, egy kicsit szürkéssel. Ugye az akvarell festéket úgy lehet világosítani, nincsen itt fehérünk, hogyha vizet adunk hozzá, és itt a palettán is jól lehet látni, hogy milyen árnyalat lesz. Például ez egy ilyen nagyon kis kékes, szürkés, nagyon gyönyörű kis árnyalat. És ezt fogom még világosítani, és többet szeretnék belőle létrehozni, úgyhogy hajrá, ebből egy nagyobb mennyiséget keverek ki. Na és ugye mondtam, hogy lesz majd egy random része ennek az egésznek, úgyhogy most ezt a kikevert színt beleöntöm ebbe a kis keverőtálba, vagy már lehet, hogy inkább egyből ráöntöm ide. Én szeretek nagyon úgy játszani a festékkel, hogy tényleg van benne egy ilyen kis kiszámíthatatlanság. Próbáljátok ki, nagyon jó érzés. Szépen a rápöttyintett pacákat el fogom vezetni, így a kijelölt faágak és fatörzsek mentén, vagy megrajzolt, már korábban megrajzolt faágak, fatörzsek mentén. Lehet akár még billegtetni is a papírt, folyjon is el. Mind a két irányba. És onnan is még szépen elhúzogatni, amerre tetszik. A rókának a kontúrját teljesen körbefestem, akkor tud az előtérbe emelkedni egy figura, hogyha mögötte, közvetlen mögötte egy kicsit sötétebb árnyalatok vannak, nézzétek meg, hogy ahogy körbe is festettem el ezzel a, hát nem is sötét, ilyen szürkés kékkel, egyből már kiviláglik az előtérbe. Na most elkezdeném ráfesteni a fatörzsekre a kicsit a sötétebb árnyalatokat, mondjuk itt ezt a kéket, aztán nem járnék nagyon jól, mert elkezdene szépen mindenhova elfolyni, úgyhogy meg kell várjam, míg ez az alapréteg megszárad, és utána tudom folytatni.
hozok is egy hajszárítót, és kicsit segítem a száradást. A nagy hajszárítózásban az alja egy kicsit fölkunkorodott, úgyhogy ezt most leragasztóztam, és most szépen meg is száradt már az első réteg. Az akvarell képnél ugye lehet több réteget felvinni rá, hiszen ugye pont a papír bírja, pont ezért jó ilyen papírt használni, úgyhogy én most ezt ki is használom. És a második rétegben egy ilyen szürkés-kékessel fogok festeni rá a fatörzsekre, és minél jobban előtérben van, annál kékesebb lesz, minél jobban a háttérben van, majd annál szürkésebb. Illetve arra is figyelek, hogy minél jobban az előtérben van, annál sötétebb legyen, és minél jobban a háttérben, annál világosabb. És összességében az, hogy az előtérben levő sötétebb, színesebb tárgyak, a háttérben pedig világosabb és szürkébb tárgyak vannak, ez nagyon jó kis 3D-s hatást fog adni a képemnek. Tulajdonképpen most egy vékonyabb ecsettel szépen végighúzom ezzel az elgondolással az összes fatörzset. Látjátok, és így most már nem is folyik el, hanem szépen ott marad a helyén a festékem. Gyakorlatilag már a levegőből is tudják húzni a vonalakat, aki pedig még csak most kezdte az ilyen vékony vonalak rajzolását, annak érdemes, hogyha balkezes jobbról balról indulni, a jobbkezes balról jobbra, és akkor szépen végig nyugodtan le tudjátok támasztani a kezeteket. Úgy azért jóval egyszerűbb. Ha egy picit belelógtok a mintába, akkor nincs más dolgotok, mint trókának a szájába egy kicsit belelógott. Szépen csak egyszerűen fölitatom. A róka környékén mindenképpen megszárítom a képet, és utána elkezdem azt is festeni, annak az első rétegét megadni, és a többiek száradhatnak. Egy nagyon szép, narancsos, kicsit vöröses, ugyanakkor egy kicsit azért szürkés árnyalatot kerek ki. Igazi róka. Rókavöröset, ami a szürkesség, szóval egy igazi rókavöröset, ami szürkességénél fogva, azért kell egy kicsit szürkésebbre csinálni, mert az egész képnek van egy ilyen kis szürke hangulata, szépen beleillik ebbe a képbe. Fú, de nagyon szuperül, kiízzik a vörösessége a rókának az erdőből. Ugye itt már ez nekem segít egy kicsit, hogy előárnyékoltam a karaktert, a figurát, ezért nagy különbségeket nem kell itt keverjek, és önmagában ugyanaz a narancsárga szépen besötétítette az árnyékolás. Ugyanazt a narancsárgát szépen besötétítette az árnyékolás. Vagy kiszaladt, akkor egyszerűen itassátok föl. Itt a fehér és a narancsárga találkozásánál egészen picike szálakat húzok bele, még mielőtt megszáradna, és ezzel egy ilyen kis szőrös hatást, tehát éreztetem róka bundáját. Ugye mivel száraz a fehér alapom, ezért ott nem folyik el, és szépen látszódnak az apró finom részletek. Előveszem a legvékonyabb ecsetemet, és az egészen sötét lábikókat, majdnem fekete lábikókat megfestem, illetve itt a szélén egy világosabb szürkével egy határozott kontúrt, világosabb szürkével és világosabb narancsárgával egy kis határozottabb kontúrt fogok rá. Most nagyon szépen kialakult már a róka motívumom,
még itt a háttérben dolgozom egy kicsit. Horizontnál egy nagyon picit besötétítem, és egy picit ebbe a sötétbe ilyen vöröses, nagyon enyhe vöröses, barnás elemeket is beleviszek, nagyon piciket, hogy egy kicsit a környezet reflektáljon a róka jelenlétére. Picikéket. Hát egyszer nagyon sokáig el lehet játszani az akvarell festésnek a részleteivel. Ja, hogyha akvarellpapírra dolgoztuk, akkor végtelen mennyiségű réteget, hát ha nem is végtelent, de azért jó pár réteget föl lehet vinni, attól függően persze, hogy milyen akvarellpapíratok van. Ha részletesebb dolgokat szeretnétek tudni az akvarellfestésről, akkor érdemes megnézni, van egy tanfolyamom is ezzel kapcsolatban, egy online tanfolyam. Nem maradt más hátra, mint a hópík felfestése. Ezt viszont nem akvarellel fogom felvinni, hanem egy kicsike akrilfestékkel. Ehhez teljesen megszállítom a képet, és utána kis pöttyöket fogok rá festeni, fröcskölni. Egyébként, hogyha nincs akrilfestéketek, akkor esetleg fehér zseléstollal, vagy fehér krétafilccel is meg lehet ezt rajzolni. Ez a lényeg, hogy valami intenzív fehér legyen. Mielőtt az utolsó simításokat ráteszem, azaz a hópihéket, egy pár, főleg az előtérben szereplő fának megerősítem a kontúrját, hiszen ami ugye előtérben van, azt határozottabban látjuk, áttérben pedig kicsit homályosabban, úgyhogy egy kicsit még itt megszínezgettem az előtérben lévő fák kontúrját. Mégis egy picit ugye azért elmosódott, ahogy festettem rá. És ugyanezt akár a rókácskával is megtehetitek. Az fontos, hogy ne körbe konturozzátok, hanem csak bizonyos részeinél húzzatok egy erősebb vonalat. Ezt úgy érzésre. Ehhez egy vékony ecsetet használok, és egyszerűen csak az ecset hegyével picike szabálytalan formákat pontozok a papírlapra. Lehetnek ezek a kis pöttyök kisebbek, nagyobbak, hiszen az előtérben mindig itt is nagyobbnak látjuk a hópihét, háttérben pedig kisebbnek. A rókára óvatosan pöttyözzetek, mert lehet, hogy éppen egy finom apró részletet könnyen elmoshattok, úgyhogy ott ne annyira random húzzátok ezeket a pöttyöket, hanem gondoljátok meg, hogy hova teszitek. Egyébként akár picike glitterrel is feldobhatjátok a képet, hogyha beleszórjátok a még meg nem száradt festékbe, fehér festékbe, akkor picike csillogásokat bele is tudtok ragasztani. Remélem, hogy tetszett ez a Firkáljunk Együtt videó, ha így volt, dobjatok egy lájkot rá, és írjátok meg, hogy milyen témaötletetek van, mit firkáljunk együtt legközelebb. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, hogy újra találkozhassunk. Sziasztok, szép kreatív napot!